Kedves nézők, több mint 9 éve szól a Mária Rádió Cegléd, az FM 88,3 MHz-en. Jól mondtam így, Péter? Köszöntöm a stúdió vendégét, a Mária Rádió Cegléd koordinátorát, Szelényi Péter. Szia! Köszöntelek még egyszer, és köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a tévénézőket is. 2014. március 6-a volt egészen pontosan ez a jeles nap. Így van. Hamar elszaladt ez a 9 év? Igen, azt gondolom, hogy 9 év hamar elszalad, egy rádió életében viszonylag sok egyébként, szerintem a 9 év rengeteg sok változás történt azóta, de az egy emlékezetes nap mindenképpen, azt gondolom, hogy ahogy elindult az maga, hiszen egy olyan dologba vágtak bele, amiről nem volt tapasztalatunk, sőt, nagyon iskolai végzettségünk sincs erre, tehát mi magunk tanuljuk ezt a szakmaszerű dolgot. Azt mondtad, hogy változás. Akkor itt utalok egy tavaly előtt folytatott beszélgetésünkre. Igen. Műszaki megújulás. Megvolt. Hogyan álltok most? Megvolt, hál' Istennek megvolt. Sikerült felújítanunk a adónkat. Ez azt jelenti, hogy most már gördülékenyen megy, nincsenek akkora műszaki hibák. Tehát nagy terület, viszonylag nagy területen tudunk sugározni, egészen Albert Irsáig ellátunk, túl Nagykőrösön, sőt időnként még Kecskeméten is fognak bennünket. Ez nagyon-nagyon jó, ezt onnan tudjuk, hogy vannak időnként visszajelzések. Így van, tehát örömmel fogadunk minden visszajelzést, akár pozitív, akár építő jellegű. Ezeket mindet igyekszünk beépíteni a műsorrendbe. Tehát ez a része a műszaki dolognak, ez hál' Istennek megújult. A másik a stúdió is egy picit, tehát tudtunk letenni új burkolást, új szőnyegpadlót, most egy új laptopunk van, tehát ott is kellett egy picit újulnunk, és ez meg is történt, úgyhogy most szépek vagyunk, jók vagyunk, de mindig várunk fejlődést. De továbbra is éltek az internet adta lehetőségekkel, Facebook oldal, weboldal, stb. Tehát nem csak a hatósugáron belül lehet titeket elérni, hanem az internetnek köszönhetően bárhol. Igen, tehát gyakorlatilag maga a Mária Rádió, az ugye 24 órában sugárzó adó, különböző frekvenciákon sugároz, de vannak ilyen helyi stúdiók, mint például a Ceglédi stúdió. 88,3. FM 88,3. De aki hallgatni szeretné, ugye bekapcsolja, akkor ugye amikor nem mi sugárzunk, akkor a budapesti központi adónak a hangját lehet hallani. És alapvetően az interneten, ha fölmegy a mariaradio.hu oldalra, akkor ott meg tud hallgatni bennünket, más stúdiók adását, központi adást. Így van, sőt Facebook oldalunk is van. Hogyan tudjátok finanszírozni Mária Rádió Cegléd? Nincsenek reklámbevételeitek? Hát az nincs. Tehát mi egy önkénteseket foglalkoztató és a hallgatók adományaira épülő rádiók vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi abból gazdálkodunk, amit adományként kapunk, illetve ugye az 1% az, amit még tudunk megkapni. Úgyhogy köszönjük szépen az elmúlt 9 évben azt a sok-sok támogatást, amit kaptunk, ezzel tudjuk magunkat fenntartani. Igazából nem a munkabérekre megy el ez a dolog, hiszen itt Cegléden például nincs munkabérköltségünk, mert mindenki önkéntes, viszont a technikai dolgok elromlanak, ki kell javítani, tehát vannak bizonyos költségek, diktafonjainkat most kell majd cserélnünk, az is egy költség, és ezt csak is adományokból tudjuk finanszírozni. Kik, illetőleg hozzávetőleg hányan vesznek részt Cegléden a műsor készítésben? Ez egy nehéz kérdés, mert kitekintünk olyannak, aki állandóan ott van. Én azt gondolom, hogy körülbelül olyan 20-30 fő között vagyunk. Ugye vannak, ezt a számot. Ugye? Igen, tehát igazából jó. Ugye vannak állandó, például ugye Szecsődi Péter plébános atya, ő minden héten aktívan jelen van a stúdióban, tehát nem is fizikailag, mert általában én megyek át hozzá, de minden pénteken Péter atya válaszol. Nem kell nagy távolságot leküzdeni, ő minden alkalommal jelen van. Hagy emeljem ki Reznák Erzsébetet, aki ugye nem úgy tagja a stábnak, de ő is minden héten műsorral van jelen köztünk, de többen Sági Anikó például, akinek a hétfői nap, tehát vannak külön szerkesztőink, külön műsorvezetőink, technikusunk, illetve, nem tudom, ezt tudod-e, nekünk futáraink is vannak. Hoppá. Igen, ugyanis létezik a Mária Rádiónak egy ingyenes újságja, tehát nem kell érte fizetni.
ezt pedig a futárok viszik ki. Na most itt a futárt, ezt úgy képzeld el, hogy ők is nyugdíjas korosztály, tehát ők juttatják el ezt az ingyenes újságot azoknak, akik kérik, és akkor ők is hozzátartoznak a stábhoz. 17 óra 50-től 19 óra 50-ig van saját gyártás, ugye? Így van. Elsősorban, sőt, szinte kizárólag helyi dolgokról, helyi történésekről. Igyekszünk. Hogyan tudjátok ezt? Ez két óra hosszú? Igen, hát ugye ebből, ugye... Úgy van, tehát fél óra szentmise, ha jól átlátod a helyzetet. Igen, van egy fél óra szentmisénk van, ez 18 órakor van minden nap. Ugye kivéve a szombati napot, mert akkor Isten tisztelet van, tehát a reformátusok is bekapcsolódnak. Vannak olyan műsorunk, amik a kimondottan a helyi élettel kapcsolatosak, például nekünk is vannak híreink. De a mi híreink eltérnek a Ceglédvárosi Televízió híreitől, abból a szempontból, hogy ugye mi ugye az egyház híreit refókuszálunk, tehát hogy ami a ceglédi plébánián történik, programok, stb. És igyekszünk olyan híreket mondani, amely pozitív. Nem... Igen, pozitív. Tehát egyrészt nem politikai, tehát mi nem vagyunk semmilyen politikai irányzathoz közel, és próbálunk olyan híreket mondani, ami építő jellegű. Tehát nálunk nagyon ritkán halnak meg emberek, nagyon ritkán van baleset, mi erről nem tudósítunk. Tehát vezérlő elv ez a pozitív életszemlélet. Hát igen, hát végül is átadták, fölavatták, megtapsolták, ilyeneket szívesebben mondunk, mint szomorúbb híreket. Néha azt is kell persze, de azért igyekszünk úgy, hogy jó legyen. További megújulás? Gondolkoztok-e esetleg új műsorokon például? Igen, a jövőt illetően? Új embereken, ha már így rákérdeztél. Új ember. Tehát új ember, most nem az újságra gondolunk. Tehát igen, gondolkodunk, ehhez nagyon nagy szükségünk lenne önkéntesekre. Itt az előbb rákérdeztél a pénzügyekre, amik mondjuk úgy, hogy hál' Istennek megkaptuk azt a támogatást a hallgatóktól, amit fenntartja a Ceglédi Stúdió működését, viszont most nagyon nagy szükségünk lenne önkéntesekre. Igazából ugye a 9 év alatt az egyik változás, hogy elkopnak a műsorok. Tehát igazából nem kellenének új, friss emberek, új, friss műsorokkal, amivel színesebbé lehetne tenni a műsorunkat, és ehhez mindig nagy örömmel várunk és hívunk önkénteseket, akik be tudnak állni hozzánk, technikusnak, stb. Műsorvezetőnek. Viszont mindenképpen szól a továbbiakban is a Lélek hangja. Így van, ez a nevünk, hogy a Lélek hangja. Az FM 88,3-on, tehát a továbbiakban is jövőre. Jubileum, mit terveztek? Nagy születésnap. Tehát ez ugye 2021. március 6-a lesz. Így van. Napra pontosan a 10 éves évfordulója. Már most arra gondoltam, hogy egy nagy rendezvény lesz. Ugye ilyenkor, ugye az 5 évesnél is úgy volt, hogy a Nagy Mária Rádió, tehát a Mária Rádió globális vezetői akkor mindig jelen voltak az 5-ösön, remélem a 10-esen is itt lesznek. Ugye Szabó Tamás elnök úr, Lukovics Milán, ő atya, ő a műsorigazgató. De olyankor kinyitjuk a stúdiót, nagy örömmel hívjuk a hallgatókat, meg lehet nézni, hogy néz ki a keverőpult, meg milyenek a mikrofonok, sőt ilyenkor ilyen nagy ünnepeken beültetjük a kedves hallgatót is a mikrofon mögé, és akkor lehet mesélni. Péter, köszönöm, hogy itt jártál. Akkor legközelebb jövő márciusban itt. Hát akkor mindenképpen. Oké. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt Háttér, műsorunk a Sporttal folytatjuk.